Sziasztok! A mai alkalommal az Abszolút Layout-tal fogunk megismerkedni. Az Abszolút Layout segítségével a View objektumok helyét explicite megadott X és Y koordinátákkal állíthatjuk be. A kijelző bal felső sarka lesz a nulla vesző nulla pont, míg a jobb alsó sarok a Width-1, Height-1 értéket adja. A View-k megadásánál a pozícionáláson kívül nem használhatunk semmilyen elrendezésre vonatkozó propertit. Nézzük meg gyorsan, hogyan is működik ez a layout. A toolboxról keressük ki az abszolút layoutot, majd drag and drop technikával dobjuk a felületre. Ezután még helyezzünk el rajta két buttont. Button 1 és button 2. Most menjünk a forrásnézetbe, és tegyük helyére a dolgokat. Először is a két button helyezkedjen el az abszolút layouton belül. Jó? Természetesen nem szükséges, hogy egy lineár layout legyen a gyökérelem, lehet az egy abszolút layout is, természetesen ilyenkor egy picit oda kell figyelnünk, hogy hogyan is másoljuk össze a kódokat, mindjárt a helyére kerülnek a dolgok. Jó, első körben minden oké, okay. Nézzük meg a design nézetet, a két gomb egymásra esik, hiszen nincsen beállítva egyiknek sem az XY tulajdonság, vagyis mindegyik a 0-0 pontból rajzolja most magát ki. Állítjuk be ezeket az értékeket, a button 1-nek adjuk meg az Android 2-s pont layout X propertyét, ami legyen mondjuk most 100, és adjuk meg az Y propertyét is, ami ugyancsak legyen 100. Nevezzük el a gombokat, ugye ez a button 1, a textértéke legyen 1, és button 2 pedig a button 2 textértéke lesz. Nézzük meg most a design nézetet, már is látható, hogy a button 1 bal felső sarka a 100 egységre van a 0-0 ponttól X irányba és Y irányba is. Most egy kicsit írjuk át a button 2-ét, kimásolom a kódot, azt mondjuk, hogy X irányba ő is menjen el 100 egységre, Y-ra pedig csak 90-et írok be. Egymásra fognak lógni a gombok, így látható, még egy picit azért el is tolom, tehát itt is csak mondjuk 50 legyen, és szépen látható, hogy a koordinátákkal pozícionáljuk most a view elemeket, azaz akármilyen elrendezést ki tudunk így úgymond alakítani. A koordinátákat most DP-ben adtuk meg, nézzük meg mi lesz, ha PX értéket adunk meg, azaz pixelben értelmezzük, elvileg ilyenkor meg kell változni a design nézetnek, átírjuk PX-e, látható, hogy változott egy picikét, egy kicsikét azért jobban eltolom őket, hogy látványosabb legyen, tehát ez a PX, és ha visszaírom őket DP-re, akkor megint csak változni fog a képernyő. Jó, látható, megváltozott az elrendezés, tehát nem mindegy, hogy milyen egységben adjuk meg a koordinátákat, ha nem írunk be semmit, akkor DP-ben értelmezi a rendszer, hiszen ha kitörlöm a koordináták után a DP értéket, akkor nem változik a view-nk kinézete. Természetesen azt is megtehetjük, hogy ugye a gyökérelem önmagában egy abszolút layout legyen, ehhez előkészítettem egy szövegfájlt, onnan fogom bemásolni a view-nak az XML forrását. Most menjünk a forrásnézetbe, beillesztem a view-nak a kódját. Látható, hogy abszolút layout ebben az esetben a gyökérelem. Két button van benne, az egyiknek oké az értéke, a másiknak az, hogy mégsem. Nézzük meg, hogy hogyan vannak elrendezve. Látható,
hogy egymásra lógnak egy picikét. Ez azért van, mert pixelben van megadva az érték, ezt írjuk át most, ugye a koordinátáknál dp-re, vagy egyszerűen csak töröljük ki a pixel értéket, és már is elhelyeztünk két gombot egymás mellett, adott koordinátával definiáltuk a helyzetüket. Az abszolút layout használatát nem javasoljuk ma már. Egyrészt a koordináta alapú pozícionálás esetén semmi sem véd meg minket a widgetek esetleges egymásba csúszásától. Ezt az előbbi példában már láttuk. Másrészt az eltérő felbontású készülékeken az ezzel a módszer tervezett felhasználói felületek tényleges képe jelentősen eltérhet egymástól, akár a UI teljesen használhatatlanná is válhat. Ezért a lineár layout, a table layout és a relatív layout használatát javasoljuk mindenki számára, hiszen ezek esetén a felhasználói felület kinézete viszonylag készülékfüggetlennek mondható.